Gyanítom, hogy van valami javaslatod. Hát, Junior, ha egy légyrát száll, annak is lakbért kell fizetnie. De azért az 500 az elég kemény adó szerintem. Az ügyletei után járó 2%-ról nektek kell döntenetek. Végül is ezt Tonyt ugyanannyira érinti, mint Hest. Senkit nem akarok megbántani. És senki pénzére nem akarok rátenyerelni. Legyen a 2% helyett másfél, és 300 az adó. 250. Na, mit mondtam? Ezek még a fütykösödet is lelopnák rólad. 250. Rendben van. Azt hittem, Junior csak engem tud kiborítani. Na, és mit akartok tőlem? Az rendben van, hogy amit főztünk, azt meg is esszük, de értsd már meg, azért a mi türelmünk sem végtelen. Úgy illik, hogy nekünk is csurranjon, cseppenjen valami, nem? Csak annyit kérünk tőled, hogy beszélj vele. Végül is a te nagybátyád. Nem igaz? Így van. Emlékszel arra a sztorira, amikor a bikapapa beszélget a fiával? Fent állnak a hegy tetején, és nézik lent a teheneket. És a fiú azt mondja az apjának, te, rohanjuk már le, és basszuk meg az egyiket. És emlékszel, hogy mit válaszolt az apa? Azt mondta, fiam, inkább sétáljunk le, aztán basszuk meg mindet. Ezt ugye én meséltem, aztán basszuk meg mindent. Ez jó pofa. Jól van, értem, mire gondolsz. Junior a tőled kapott 250-et elosztotta az öt kis főnök között. Hogy ne tűnjön kapzsinak. Ügyes húzás. Az. A végén még Harry Truman lesz belőle. Ezt hogy érted? Nos, Truman nagyon nagy feladatot kapott, fázott is tőle, de végül is hozott pár igen bölcs döntést. Ki tudja, lehet, hogy a bácsikát mégis alkalmas erre a posztra. Nagyon remélem, mert azt már most megmondom, hogy nekem nem kell ez a meló. Szóval Junior elosztotta a pénzemet köztetek? Igen. Öt kisfőnök fejenként 50. Az már nem rossz. Az azért bánt, hogy a te pénzed. Elég szar érzés. Mi van? Te vén zsidó. Itt a részem. Azt hitted, hogy elteszem? Eszembe sem jutott.